Az energiaválságnak még híre hanva sem volt, amikor a hegyvidéki önkormányzat olyan nemzetközi programokhoz csatlakozott, amelyek lényege a takarékosság, a környezetkímélő működés volt. A Together néven megismert projekt keretében olyan energiafogyasztást mérő paneleket szereltek fel az önkormányzat intézményeibe, amelyek segítségével az is kideríthető, hogy melyik helységben, melyik nyílászárónál szökik az energia, illetve miként lehet optimalizálni a fűtést, a hűtést és a szellőztetést. Ezeket a berendezéseket néhány köznevelési intézményben is felszerelték, így a szülők is tanúi, illetve részesei lehettek a gyerekek környezeti nevelésének. A hegyvidéki zöldiroda az oktatási programokban nem csak a fiatalabb korosztályt vonta be, hanem már az energiaár robbanás előtt elindított egy épületenergetikai fórumot, amelyre a kerületben működő intézmények, nagyobb üzletek képviselőit hívták, illetve hívják meg, hogy mások számára is megvalósítható ötleteket gyűjtsenek össze a takarékosság a környezet megóvása jegyében. Ez a kezdeményezés már az egyik legfontosabb fóruma a rezsicsökkentésnek. A tavalyi évben kimondottan nagy fogyasztók számára tartottunk egy üzemeltetői fórumot, ahol a kerület nagy intézményeit, kórházait, egyetemeit hívtuk össze, hogy közösen találjuk ki, hogy lehet minél jobban, gazdaságosabban, fenntartatóbban működni a épületenergetikában, de emellett a lakosságot sem feltettük el, sőt, neki kicsit több programot is elindítottunk, egy programsorozatot tulajdonképpen, ami egy 4 alkalmas esemény sorozat, ennek körülbelül a fele már letelt, és most februárban lesz 2 alkalom még, ahol a lakosok információkhoz juthatnak. A családok, illetve háztartások számára praktikus ötleteket felvonultató konzultációra regisztrálni kellett korábban is, a részvételnek ez a feltétele maradt a jövőben is, és a helyszínekben sem lesz változás, vagyis a hegyvidéki kulturális szalon és a polgármesteri hivatal alaksori tárgyalóterme ad otthont a rendezvényeknek. A szervezők a Budapesti Műszaki Egyetem épületgépész tanszékéről hívnak előadókat. A legközelebbi fórumra február 7-én 18 órakor kerül sor az önkormányzat épületének alaksorában. Beszéltünk már több minden témában, vagy több minden témakörből, szigetelés, mennyire tekerjük le a fűtést, de sok minden szóba került már így is ezek az előadásokon, de itt tematizálva különböző témaköröket járnak körbe a különböző szakértők, és egyelőre mindig teltházzal hatalmas érdeklődéssel, nagyon sok kérdéssel éltek a lakók, aminek nagyon örülünk, mert ezért csináljuk ezt a dolgot. És a gépész tanszék vezetője legutóbbi előadása után azt mondta, hogy sokkal jobb kérdések voltak, mint az egyetemen a hallgatók között, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon felkészültek a lakók, és valóban tudják, hogy ők mit szeretnének tudni, és milyen lehetőségeik vannak. A képzések és tájékoztatók mellett az önkormányzat az intézményeiben is konkrét intézkedéseket hajtott végre, amelynek nyomán az elmúlt hónapokban jelentős megtakarítást könyvelhettek el. Erre nagy szükség is van, hiszen éves szinten több milliárdos plusz kiadást jelent a kerületnek az energiaárak irreális emelése. Mint polgármester is többször nyilatkozta, 11-12-szeres árakkal tudtuk megkötni ezeket a szerződéseket, ami borzasztó nagy terhet jelent az önkormányzat részére. Úgyhogy külön munkacsoport alakult az önkormányzatnál, illetve most ezt a zöldirda részben megkapta ezt a feladatot, hogy ezt koordinálja, ezt az épületenergetikai fórumot. Rendszeresen megyünk ellenőrizni az intézményeinkbe a hőmérsékleteket, a különböző gépészeti beállításokat, és azt gondolom, hogy jelentős megtakarításra tehetünk is szert. A február 7-i épületenergetikai fórum sokat segíthet abban, hogy az önkormányzati intézmények mellett a lakók is spórolhassanak, ezért a konzultáción szóba kerül többek között a padlások és pincék hőszigetelése, a külső falak szigetelése, valamint a műemlék épületek gazdaságosabb működtetése is.